Korán reggel indul a munka a 60-i közétkeztetésnél, ugyanis percre pontosan kell szállítani a reggelit, valamint az ebédet is a megrendelők számára. A közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amely meghatározott időintervallum alatt biztosít élelmet oktatási intézményeknek, bölcsödéknek, óvodáknak, szociális intézményeknek, szanatóriumoknak, valamint börtönöknek is. A 60-i közétkeztetési Kft. Naponta 2500 adag ételt készít el, melyet 2 főzőkonyhán és 15 tálalókonyhán valósít meg, valamint diétás étkezést is biztosít szakorvosi vélemény alapján. Ezek árai hosszú ideig stagnáltak, 2018. január 1-től 5 évig nem történt változás a díjak esetében. A kormány 2020. októberétől nem engedélyezte a módosításokat, főleg a járványhelyzet miatt, így ez az időszak teljesen kitolódott 2022. június 30-ig. 2022. június 30-án szűnt meg ez a rendelet, és 2022. szeptember 1-én tudtunk először közel 5 év után emelni. Azok az árakkal dolgozunk most is, de a magas alapanyagárak, valamint a magas energiaárak, üzemanyagárak, ezt mindenki tudja, hogy milyen magasra emelkedtek. Az intézményi térítési díjak jelenleg az óvodákban 3-szori étkezésre 605 forint, iskolákban 715, középiskolákban 1100, és a bölcsödékben ott 4-szeri étkezést biztosítunk 655 forint. Ezt fizetik ugye a szülők. Hozzátette, várhatóan február 1-től 35%-os emelésre lehet számítani, ugyanis a közétkeztetésre továbbra is a piaci árak vonatkoznak. A dolgozóknak szigorú szabályokat kell betartani, elsősorban a magyar élelmiszerkönyvben foglalt előírásoknak kell megfelelni. A Kft. Változatos étrendet biztosít fogyasztói számára, így a gyermekek is megtalálhatják kedvenceiket. Spagetti, krumplipüré, harudacska, husi, krumpli, borsófőzelék, Igen, nagyon szeretem őket. Nekem a kedvenc ételem a halacska és meg a borsóleves. Borbély Klaudia egy felmérést is készített az intézményben, melyben a tanulók étkezési szokásait vizsgálta. 45 főből 18 gyerek reggelizve indul el az iskolába, 9 fő pedig nem reggelizik, és még az is kiderült, hogy 45 főből 28 ritkán eszi meg maradék nélkül a menzán kapott ételt, ami ugye hát nagy ételpazarlás. A 60-i közétkeztetés 38 főt foglalkoztat, szakácsok, konyhai segítők, gépkocsi vezetők, valamint dietetikus és pénzügyi referens is segíti a vezetők munkáját.